Azért, mert a Kárnor úgy érkezett meg, hogy mesélt egy 8 évvel idősebb valakiről, és úgy mondta a 8 évvel idősebbet, mintha azoknak már nem lenne létjogosultsága élni, és így elfelejtette, hogy nos, én 12-vel vagyok idősebb. 13. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dave vagyok. Én pedig Kaci. És ez itt a Fun with Geeks. Aranyásozni fogunk, és nem is akárkivel. És itt van velünk Kárnor. Jééééé. És Csirke. Sziasztok. Jééééé. Tudom, hogy a nézettség adataink alapján úgy tűnhet, mintha csak Ung Dani nézne, de nézd más is. De szia Dani, innen is üdvözlünk. Készülj fel. Készülj fel. Nem tudom, kicsit feltűnik az oltogatáshoz, de megpróbálom itt valami. Valami lesz. Hangosan beszéltek, szóval én is kiabálok, nem tudom. Nekünk ez az alapbeállításunk, hogy valami miatt üvöltünk. Én halk srác vagyok, de most így feljebb emelem. Nem, lehet, hogy mi is akkor lejjebb. Dávid is halk belül. Belül. Én egy ilyen internál silent person vagyok. Szóval aranyásozni fogunk, aranyásókozni fogunk egész pontosan. Ez az a játék, ami egy, hát már egy klasszikus játéknak mondhatjuk, rengetegen kérték már, hogy játszunk velük ezt és a Carcassonne-t. Ez a kettő az, amit nagyon sokan szerettek volna. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy sort fogunk keríteni a klasszikusokra is. Monopoly nem valószínű, hogy lesz. De rizikó, életjáték a... Gazdálkodj okosan. De abból az igazán retro. Igen, hotelezni kellene egyébként. Még egy honfoglalót rakjatok rá, és akkor már igazán kellene. Nekem van. Oh, mi honfoglalód? Aha, miért? Játék. Meg van ilyen 150 játék egy dobozban. Amit pörgethetnénk az összeset. Csinálhatnánk egy streamet, mind a 150-et. Szerintem, mint a régi sárga kazettás. Igen. 9999 játék egy kazettán, és van benne igazából 10, csak mindig más a kezdőképernyő. Igen. Elmagyarázzuk-e neked, hogy miről van szó? Nagyjából. Onnan kezdjük-e, hogy mi az a kazetta? Vagy... Láttam egy bizonyos YouTube-ernek a videójátról, szóval... Nem a kazettáról? A sárga kazettáról. Ja, a sárga kazettáról. Rendben van. Azért, mert a Kárnor úgy érkezett meg, hogy mesélt egy 8 évvel idősebb valakiről, és úgy mondta a 8 évvel idősebbet, mintha azoknak már nem lenne létjogosultsága élni, és így elfelejtette, hogy nos, én 12-vel vagyok idősebb. 13. De azok már nyugdíjasok, nem? If only. Nincs már egy nyugdíj. Nyugdíj nem lesz. Erre készüljél fel, nekünk sem. Nem, neked már lehet, hogy fizetés sem. Ezt majd meglátjuk. Na, aranyások! Kaci, mesél nektek a szabályokról. Az aranyások egy akár 10 emberrel is játszható kártyajáték, ahol a játékosoknak az a célja, hogy feltárják a bányát és megtalálják az abban rejlő kincseket. Minden forduló elején a szerepkártyákkal kiosztjuk, hogy kik lesznek az aranyások, akiknek valóban az a célja, hogy az alagútjaikkal eljussanak az aranyig és megtalálják azt, illetve kik lesznek a szabotőrök, akiknek az lesz feladata, hogy hátráltassák az aranyásokat. 5 játékostól már biztosan lesz szabotőr a csapatban, 3-4 játékosnál még nem feltétlenül, és mivel ezeket a szerepkártyákat ugye titkosan osztjuk ki, soha nem tudni, hogy kik azok, és pontosan mennyien is vannak a szabotőrök. Egy játékos 3 különböző dolog közül választhat a körében. Vagy kijátszik egy útkártyát, ezzel valamilyen irányba tovább vívva az alagutat, és előlenítve a bányászat menetét, vagy kiállhat egy akciókártyát, amivel vagy megnézheti a pálya végén lévő kincskártyák egyikét, hogy valóban ott van az arany, vagy megnehezítheti valamelyik játékostársa dolgát azzal, hogy leblokkolja az ő akcióit, ugyanis ha valaki elé kijátszunk egy ilyen akciókártyát, legyen az akár a lámpácska, akár a csákány, akár a csille, akkor amíg ez a játékos fel nem oldja ezt a korlátozást, addig ő útkártyát nem rakhat le. Minden ilyen akciókártyának megvan az ellenpárja, amivel fel tudjuk ezt a korlátozást oldani, akár magunkról, akár valamelyik játékos társunkról, illetve ha valaki úgy érzi, akár ilyen kőomlást is előidézhet, ezzel kivehet egy elemet az alagútból, amit aztán később valószínűleg nem lesz olyan túl könnyű pótolni. Ha valamelyik játékos nem akar lapot kijátszani, akkor azt is megteheti, hogy egyszerűen passzol, ilyenkor azonban el kell dobnia egy lapot a kezéből. A köre végén mindenki húz egy lapot, és továbbadja a kört a következő játékosnak.
egy forduló addig tart, amíg valaki meg nem találja az aranyat, vagy el nem érünk egy olyan állapotba, amikor már nincs is lehetőség arra, hogy megtaláljuk az aranyat. Ez utóbbi esetben értelemszerűen a szabottőrök nyernek, a előbbi esetben pedig az aranyások. Ilyenkor aki az utolsó lapot lerakta, az fog húzni a kincs pakliból, választ egyet, és aztán azt továbbadja a többi aranyásónak. Így fognak pontokat szerezni a játékosok a játék során. A aranyások parti 3 fordulón keresztül zajlik, és a játék végén egyszerűen ellenőrizzük, hogy kinek mennyi aranya gyűlt össze, és akinek a legtöbb van, az lesz a győztes. Szóval, ugye ezek az út és akció kártyák, amiket most kiosztunk az elején, ebből mindenki 6-ot fog kapni. Ha többen játszanánk, akkor kevesebbet, de most 4 embernél 6-ot. Ugye ezt nagyon sokan is lehet játszani, ezt a játékot. Ja Istenem. Jó, bocsánat! Nem azt csirkeit variált a pakli. Hát azt vettem el, amit leosztott magának. Teljesen jó. Ezt követően... Ugye összeraktunk... Jó, én vagy szabotőr leszek, vagy teljesen felesleges. Összeraktunk aranyásó és szabotőr kártyákat, ugye 4 aranyásó kártyánk van, meg 1 szabotőr. Ezeket fogjuk most összekeverni. Az a baj, hogy biztos vagyok benne, hogy tudod. Most egyesével pakolod tényleg, úgy nem tudom számolni. Nem, szerinted mennyit vettem ki? Ennyi? Most. Most. Húzzon a legfiatalabb. Aztán húzzon a második legfiatalabb. Egy idősek vagyunk. No. És nekem meg marad ez, ezt pedig berakjuk ide. Most mindenki titokban yes! megnézze, hogy micsoda. Dávid aranyásó, ez már biztos. Mert szabotőr vagy? Kaci, mi? Szabotőr vagy? Az. Dehogy vagyok, aranyásó vagyok. Szabotőr. Na, és akkor most elkezdünk... A csákánnyal tudlak bántani? Nem. Azt tudod, a török csákánnyal tudsz engem bántani. Az kezd, aki utoljára... Nem tudom, csákányozott. Fogalmam sincs. Én egy bányászfaluból származok, kezdhetek? Nem? Nem, de sok mindent megmagyaráz. De voltam bányamúzeumban is, meg minden. Én kijátszok egy térképkártyát. Na, a szabotőr! És szeretném megnézni, hogy ezen mi van. Szerintem arra megyünk. Uh-huh. Nem arra megyünk. Itt van az arany. Erre kell jönni. Jó. Mm-mm. Te meg tök mindegy, hogy mit mondtál, nem arra. Csirke. Húzok. Várjál, ez olyan double-double bluffnek tűnt egyébként. Ja, de nem mondhatom el, akkor nem mondtam semmit. Hivatalosan nem mondhatok semmit arról, hogy mit láttam. Úgyhogy innentől játszunk így, hogy nem mondhat senki semmit, jó? Miért ez? Szabotőr vagy? Csak... Nem, de ezzel tudunk haladni. Ez az egyetlen jó kártyám. Tehát ezzel most előrébb mentünk. Belakadtam volna 4 zsákutcát is. Ugye azt is csináltod, hogy dobsz. És akkor... Nem, úgy nem. Úgy nem. Nem. Az baj. Úgy. Vagy úgy. Ennek... E között nem volt különbség, Dávid. Hát de, mert közelebb jöttünk. Az áthúzott lapokat, azokat... Az áthúzott lapokat, azok ugye akciókártyák, azokkal, ha azt valaki elé lerakod, akkor ő nem rakhat le útkártyát, csak ha azt feloldotta. Nagyon jó. Ugyanolyannal lehet feloldani, tehát a csákány csákányjal, a csillé csillével. Nyilván nem áthúzott, hanem zöldel, illetve vannak ilyen duplás zöld lapok. Jó, van, chill out. Azokon, azzal meg kétfélét is fel lehet oldani. Az úgy nem, Dávid. A legegyszerűbb szabályt nem tudom. Nagyon szar lapjaim vannak, úgyhogy lehet, hogy el kell kezdenem csak kacit szopatni, és aztán lesz valami, nem? Én ezt mindenféleképpen támogatom. Akkor te vagy a szabotőr. Én? Igen. Annyira ne gyere zavarba, hogy... 1, 2, 3, 4. Ez azt jelenti, hogy ide még 3 lapnak kell beférnie. Nem vagyok szabotőr. Mert ugye 7 lapnyi távolság van.
a start és a cél között. Jó, de már eleget baszolgattuk ahhoz, hogy... Jó, csak azt mondom, hogy itt még 7 lap fog el, vagy 3 lap fog itt még elférni. Az egy kis sípka. Az egy meghalt. Meghalt egy törpe, sajnos. Szegény. Csak elég lehet ebben ezt. Lehet, hogy szabotőr volt, és belekúrták a fejébe a csákányt. Én ezt nem tartom kizárt. És elvitték így, a sünik a tetemet. Így levágták a csákányt. Bocsánat. Ezt a bocsánatot hallottam. Nem egész 24 órával ezelőtt. Akkor is leszartam, most is leszarom. De akkor őszintén gondoltam. Nem húztam kártyát az előtt. Szerintem. Igaza volt? A nekem, hogyha ezt feloldom, az az én akciómnak számít. Igen. És ez dobóba megy. Fú, kaci. Nem bízok senkibe se. Ez nagyon érdekes húzás volt. Nem tudod, mi jön ezután. Húz. Ja, tényleg. Jaj. Erre még van pálya? Van. Van. Akkor rakjuk már ezt. Nagy kár érte. Szerintem nem arra kéne menni, szóval. Eltörött a lámpácskája. Az nagy baj. De az hagyján. De még a csilléje is eltörött. Igen, azzal a lámpácskát feloldod, és húzz egyet. Te most nem tudom, rejjel fel vagy rekészülve, hogy mit fogsz csinálni ebben a játékban. Igen. Fiatal voltál. Ez a kör már adott. Az a tény vagyok. Az a tény. Egy kicsit. És a pofátlan csalás, ami emellé még társul. Már nem lehet nézni a másik lapjait? Nem igazán. Várj, én most igazából... Meg vagyok. Nagyon jó. Nagyon jót húztam. Akkor most nem tehetek le lapot? Nem. Semmit se, és akkor most... Amíg föl nem oldottad mind a kettőt. Nem építhetsz utat, tehát hogy ja, másra rakhatsz szopatókártyát. Igen, utat nem igen. Utat nem tudsz építeni. Nem tudom, hogy kivintett le a azt felvenném. Bármelyiket felvehetsz, akár innen a közepéről is felvehetsz egyet. De várjál, hogy nem felszok, amíg a szamán visszateszitek. Na jó lesz ez. Amúgy ilyenkor talán célszerűbb, tehát azért célszerűbb innen kivenni, mert hogy ide most egy bármilyen egyeneses dolog jó, meg ilyenek. Most már mindegy, felvetted. Ja, nagy kár De hogy ugye talán azért célszerű innen kivenni, vagy a közepéről kivenni, mert hogy ha már körben van építve, akkor valószínű, hogy nehezebben találunk olyat, igen, ami... Ide például, ide egyet, ezt nagyon nehéz lenne találni. Csak azon gondolkozom, hát ugye, hogy nézem, ahogy ide pont jók még a négyesek is, meg ezek a hármasok is, de ha mondjuk már itt is lenne valami, akkor ugye a négyesek már nem lennének jók, vagy a hármasok, szóval... Jaj, csak ez az egyetlen, ahova a háromnak kell csatlakoznia. Ez most négy. Az 5, 6, 7... Jövök, ne tudtok, én addig elveszek. Jajajaj, örülök. Helyes, gyere. Kaci, miért? Mert én akarom befejezni. De ez még három kártya. Tudom. Mire teszi jó azt a hármat? Én dobok. Ezt nem eldobtam, Kaci, remélem. Valóban. És másnak is fel lehet oldani a dolgait. Persze, ugye? Igen. Tehát, hogy te például fel tudnád ezt oldani úgy nekem. Fogja. Azt például fel tudná, igen. Én értem. Tudod, értem. Jól, hogy csak értem. Azt akarom, hogy te nyerjél. Értem, tudom. És hogy Kaci ne. Ez világos. Attól ne félj, hogy hagyom Kacit nyerni. Én meg tudok segíteni, Dávid. Igen, tudom. Jó.
ez még két kártyányi távolság, igen, ugye? Én megígértem, hogy hagylak nyerni ezért, ugye? Igen. Ja. Csak... nem igazán... Az neked se rossz, mert utána nem rögtön te választasz. Micsoda? Nyeremény. Igen. Érted? Igen. Mert hogyha te nyernél, akkor kaci. Választ, igen, a második, az borzalmas meg... lenne. Valójában nem. Nem vőltetem itt. Mit nem? Leültem. Mert a kártyaválasztás az úrom utoljárásával ellentétesen megy. Ó, ha te nyersz, akkor... akkor én választok utoljára. Ez biztos? Igen. Igen. Erre emlékszem. Ó. Akkor lehet, hogy nekem. Akkor lehet, hogy Dávid nem fog hagyni. Nézzétek, én vagyok, tehát ez így én vagyok a sarkánat, hogy ott hagytam, majd itt így meghaltam. De jó, tényleg. Nagyon jó. Király. Ott leesett a sarkán. Érdekes, hogy... Ahhoz képest, hogy egy törpe, ez a... Hát odaig még el tudott mászni, és... Igen, igen, csak hogy a sapka az nem bomlott le, minden más ruha, vagy mesztelen voltál, csak egy sapka volt. Miféle? Miféle törpe vagy te? Sötét, és így alagudva vagyunk igazából. Ja, úgyhogy akkor mindegy. Szabadon. Mi történt? Eltüntettem magam elő a csillét. Be tudod fejezni? Be. Tadám! Tadám! Mi van? Semmi! Semmi baj nem lett volna, kaci, hogyha nem az van, hogy megint kipécézel engem, aztán elkezdesz szivatni a hülyeségeiddel. De hiszen... Vágjál. De hiszen mi? Négy. Három. Három. Tök mindegy. Hát, vagy legalábbis ezt mondja. Jó, hogy még most ez itt titok. Ez ne, itt te ne próbáljál meg minket úszítani, jó? Majd meglátjuk a végén, hogy nem egy három aranyos volt, és aztán... Három aranyos nincs is. Ne, te hogy érezted magad ebben a körben, Kármán? Tehát igazából életek át umutani rá a címba, hogy ez kisebb lesz a szégyen. Lehetséges egyébként, hogy nem kellett volna ilyen hamar elárulnod magad. Nem árultam magam, csak izgalmasra akartam tenni a játékot. Teljes sikert arattál! Teljes sikert! Szabotőr voltál, ugye? Nem aranyás. Mert ha aranyás, akkor most te is kapsz kincset. Én aranyás voltam. Megnézném. Tényleg az volt. Hát akkor... De akkor négyet kellett volna húznod. Akkor négyet húzzunk. Legfősőt még ragrá. Köszönöm, Ligasz Soványdi. De miért szopadtál mindenkit akkor? Ez egy ilyen miért ne húzás. Ja. Kíváncsi voltam, meg nem hiszem, hogy ez tényleg az anyag, és inkább menjünk a másik irányba. Ah, de hát megnéztek ettől is. Csirgen mutatom, hogy mi volt a szabott. Jó, és akkor ez volt az első kör. És akkor az aranykártyákat nyilván megtartjuk, az akciókártyákat, meg az útkártyákat visszakeverjük. Keverjen a Dávid meg. Mit? Ja, ezt. Ja. Belekevered a szabotőrt is? Hol van? Hova dugtad? Én sehova. Ja. Köszönöm. Meglátjuk, mit tanultál az eddigiekből. Én már nem meg semmit csinálni. És akkor most játszunk úgy, hogy nem lehet elárulni, hogy mit láttál. Hogy nem lehet elárulni? Nem mondhat semmit arról, hogy mi van azon a kártyán. Jó. De akkor hogy lesznek a mindgame-ek? A szeméből kell kiolvasni. De te szemedből csak azt olvasom ki, hogy... halál, halál, halál. Halál, halál. Error, error. Please love me. No, hate me. No, love. No, love. No, hate me. Ezt ki kell valamivel mérni? Hát egy kártyányi hely legyen itt köztük. De ne pont azzal. Jó. Hogy? És ezek közt meg 7 kártyányi hely. A szabály az pont... Ez ennyi. Méri.
De csak így. Így ez pont 7. Ez kevesebb. Jó. aki az előbb lerakta az utolsót, az Dave. Okay. Tőle balra ülő fog kezdeni. Az áruló? Az áruló srác? Nem áruló, a bolond, a fél bolond. A bolond. Én kaphatok, én tudom, hogy nem kedvelsz nagyon, de lehet az, hogy én is hattal kezdek. Köszönöm. Nem vette fel a csirket, nem? Most már mindegy. Ha fel is vette. Ó, simik. Te kezdesz, Kárnor. Micsoda? Nyilván tojás nem tudtam minden léptemet. Nem tudom miért. De unálom, 5 olyan lap is van, amit rá tudok rakni az arcodra, hogyha ne egy isten olyat csinálsz, ami nem tetszik. Ja. Kezdjük. Ez egy nagyon jó dolog volt. Jó, nem évek. Ez valid. Ez, ennyit. Ezt érzéketem az előző életében, ezt elsajtottam az előző körbe. A nem én jöveket. Cserélted? Csak nagyon sajnálom. Cseréltem, igen. Csak cseréltem. Nagyon sajnálom. Általában nagyon törekszünk arra, hogy az, aki vendégségben jön hozzánk játszani, az jól érezze magát itt. Nem, én jól érzem magamat igazából. Az más kérdés, hogy a játékszabály szerintem játszanom lehet. Nem feltétlenül. A kacs is mindig nagyon jól érzi magát, de csak minden harmadik játékot játszik a szabályok szerint. Már most vízzenem magamat így ide, hogy ez így... Nem, hiszem. Ez kényelmes, hogy ilyen kupának tűnik, hogy tudok feküdni. Húztam. Húztál? Én jól? Nem is húztam, te jó. Arra figyeljünk, mert nem mindegy, hogy mi van nálad. Én megnézem a térképpel ezt. Majd húzok. Még jó, hogy csak a szemével. Ez egy csendes játék. Ez egy csendes játék. Ja. Azért, mert itt... Mert vagy gondolkodsz és játszasz, vagy pedig kiejtenek is akkor majd a sarokba. De legközelebb, aki eskola, akkor valami vicceket mesélek, nem tudom. Jaj! Jövett a tettél, akkor... semmire sem alapozom ezt a döntésemet, de gyere. Te vagy Csiri. Igen. Kicsit másik szám. Nem tudom, miért néztem be így alapod. Mondom, miért nem mutatod? Ja, bocs! Szerinted? Mert én erre gondoltam, de... Melyikre? De ahogy érzed. Az lehet jó. Mire alapozod azt, hogy bele akarsz menni kaciba? Valamit kibányászni. Én jövök? Mm-hmm. Nem. Ja nem. Csillan. Hát ha kihagyunk engem, akkor igen. Ne! Én szeretném, ha te jönnél. Én dobok. Az a helyzet, hogy nekem is dobnom kell. Dobni dobhattok fejjel lefelé. Igen? Igen. Tehát elmentünk egy olyan állapotig, ahol már az ott a becsem a súlyba, hogy szőke diktátor. Tehát ha mindent hallottam. Szőke diktátor? Szőke diktátor. Ez meg, remekül hangzik. Meg Jocó, de az nem tudom, hogy honnan jött. Jó Istenem! Szőke diktátor, vagy Jocó. Erre muszáj. Igen, az a baj, hogy itt a játékon kívüli sérelmek azok valahogy a játékban manifestálódnak egy idő után. Jaj. Oda most mennyi kell még akkor? Az 2, 4, 5, 6, 7. 2. Ugye egy ember kimarad. Tehát, hogyha te nem raksz, akkor ketten fognak. Uh-huh. Tehát valakit le kell blokkolnod. Uh-huh. Az lehetek én.
illetve lehet Csirek, aki egyébként egy szabotőr. De miért mondod rám, hogy a szabotőr? Jó. Azért meg ugye mindjárt. Üdv a klubban. Ő mondta. De miért rám? Te szabotőr. Nekem csak 5 lapom van. Mit? Csinálod itt a fesztivált? Tehát tulajdonképpen csináltad majd azon ki, hogy cserélgeted a lapjaidat? Hát nem tudom. Hát nincs kis csekkelnye. Szegényke a csekkeny problémákkal küzd. Ez már akkor igaz, akkor szemét, ez csak szemétség. Ó, és beledörzsöli a sebbe? Igen. Ez, hát igen, a másikat fel tudod venni. Ha lenne olyan. Tudd meg a titkot. Jó. És akkor húzok. Igazából csak előre felnézek és látom a lapodat. Jó. Csak mondom, itt most úgy tudok semmit csinálni, szóval. Ez az egyik, a másik pedig, hogy... Benne szünk. Wow. Én jövök? Aha. Akkor újra keverjük? Nem. Nem, ha elfogy, akkor elfogy. Hurrá. Hol tartunk már most? Nem húzom, te jössz. Én jövök. És húz. És húzza, bocsánat. De már első körben, hogy legyen esélyünk... ez történik. Én jó szívű srác vagyok. Nagyon köszönöm. Szívesen. Én is egy jó szívű srác vagyok, azt megígérhetem. Kacsi, neked hirtelen született a kezembe kettő olyan, amivel az... Tudjátok, mi hiányzik ebből a játékból? Egy olyan lap, amiben átrakhatod a kincset máshova! Az mennyire jó lenne! Nekünk kell, tudod mi lenne a feladatunk? Nem társasjátokat kell fejlesztenünk, hanem mindegyiket átdizájnolni. Csak egy picit! Olyan Fun with Geeks Edition mindegyikből. Kártyák is ráférni egy újrarajzolás. Mondom. Te? Nem tudsz mit csinálni. Most két dolgot csinálhatok. Vagy az van, igen, hogy leszedem rólad ezt. Várjál még, hát még vagy, figyelj, vagy megnyerem a játékot. Ez a két lehetőségem van, Kárnod. Nézed a csatornát egyébként? Igen, hogyha megnyerem, akkor te feléd megyünk. Igen. De ha megnyerem, akkor is. Tehát most ez egyébként egy nagy próba. Az én keresztény upbringingem ebben a döntésben kell, hogy kultiválódjon. Azóta, mióta lelkiáltam ez a bálba, azóta én mindent elfogadok. Hát igen, csak most, hogy ki csesztél csirkével, honnan tudod, hogy nem lesz egy kőomlás, ami... beszakítja. Mi van, hogyha úgy rontom el a játékot, hogy nem találjuk meg az aranyat? Akkor senki nem kap. Akkor lehet, hogy csak megnyerem. El fogja venni onnan. De tudod mit? Én megígértem. De még mindig én vagyok. Igen? Ez esetben... van egy kőomlásod? Van. Ó. Oh. That's funny. Pont azt? Pont azt. Az baj. Máskor majd nem csillézel be. Nem annyira.
Figyelj, vedd le rólam. Ha levetted rólam, akkor tudok oda rakni. Rólad nem veszed semmit. De miért? És hogyha azt csinálom... De várjál, ha te veszed rólam, ezt berakom, akkor Kaci oda rak és megnyeri. De Kaci nem tud oda rakni semmit. Jó. Jó, de ha te azt oda rakod, akkor ő nyeri meg, és te utoljára húzol. Viszont húzol. Az a helyzet, hogy igazából csak égetetek azon kívül a potona, meg semmi értelme. Hát jó, csak nem, mert akkor neki raknia kell, és akkor te fogod tudni befejezni. Na, akkor sem fogom tudni. Hát, hogy végül is logikus. Figyelj, ha nem húzol... Szájadra üljél, András! Tehát, hogy most elvileg... Igazából nem tartozok fel, hogy semmivel sem, mert levettük egymásról. Quittek vagyunk, igazából. Abszolút, én nem tudok ide rakni, úgyhogy akkor nem lesz... Akkor nem lesz befejezve, ő nem tud többet rakni, ő sem tud többet rakni. Jó. Már én jövök? Mit beszéltem, jövök? Te jössz. Oké, és mert elmondottuk előbb, akkor róla leveszem. Kíváncsiak, mi történik. Mint más valakinek semmi esélye sincsen. Én nem tudom visszarakni azt, amit kiszedtem onnan. Én dobok. Úgyhogy én is dobok. És legalább berakadsz egy kártyát. Esetleg. Én nem tudok oda berakni kártyát, mint említettem. Hát jó, azt meg akár elég. Senki se akar. Hóó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 
kezdtem el. Bocsánat. Ezek maradjanak. Jó, hát én ide tudok rakni. Én azzal legalább előrébb vagyunk. Hát olyannyira, hogy csirke megnyeri. Hát figyelj, akkor hamarabb kapok aranyat, mint te. Hát mondjuk az igaz. Az igaz. De még mindig jobb, ha kivársz. Hát ha ők rakják le, és te tudod befejezni. Szerintem senki sem fogja lerakni. Szerintem senki sem tudja lerakni. Hát én nem tudom. Akkor túl beszéltük. Igaz, de most az a kérdés, hogy... Én, mint valakinek most hatalma van, mit csinálok? Igen, de azt a hatalmat, ezt én adtam neked. Jó, szó a diktátor. Eldönti. Te fegyőket én is levettem rólad. És én kezdtem azzal, hogy levettem rólad. Igen, de neked az volt az egyetlen esélyed, hogy bármit is csinálj. Én megnyerhettem volna az egész játékot. De és igazán jó fej voltam. Nem nyerhetted volna meg. De megnyerhettem volna. Nem, mert Csirke kivette egy elemet a izéből. De akkor még nem vette ki. De. Nem. Ja, de. Semmi. Igazából nem vagyok. Igazából játszhatod a nagy ágyú, de nem úgy történt. És mi történik? Én dobok. Most. Nem tudsz mit csinálni? Hány lapod van még? Nekem három. Most a következő körben lerakja. Ó, interesting. Figyelj, az a kérdés, hogy be akarod oda azt rakni, vagy nem. Én el vagyok. De figyelj, hogy én most berakom, akkor... Ha berakod, akkor... Nem, hát akkor te akkor te nyersz. Te raktad akkor az utolsót. Jó. Megbeszéltük. Ez kellemes volt. Na, hát azt nézzük meg, hogy ott van-e az arany. Amit a mindenki megnézhet. Tehát, igen. Két kameránk van. Nem jó fókusza. Az királyság. Jó, akkor elkezdett szóljátok, én nem tudom. Jó, mert lehet nézni, hogy nem csatornáltak. Te fogsz húzni. Igen, igen. Nekünk is a tiedet, mert hogyha ezt tudom, hogy te valójában... De figyelj, két havonta van videóm, tehát nem is kell nézni. De nálad nem sírnak. Mert hogy néha ott vagy Twitteren, fú, nagyon sokat dolgoztam ezen a videón. 2019. augusztusában ki is pörög majd. De még hogy... Szóval te húzol hármat. Négyet. Hármat. Nem vagy a szabotőr? Egy, kettő, és három.
Jó, hát tököm, hát elsőre belenyúltatok az aranyba. Bele. Mindenki megnézte, hogy tényleg ez az. És utána semmit nem tudtam csinálni. Volt nálam 5 ilyen térképkártya, hogy én is meg tudtam nézni, hogy... Mint hűcsatlósomnak adom tovább. Jaj, ezt majd nehéz lesz, mert lehet, hogy erre fogja rászinkelni a tapsot. A kezdőkártyát esetleg ne vidd el. És a szájnykörös sem, hogy nem figyel. 3, még 1 kör van. Nagyon kedves. Egyszer már lennék szabotőr. Jó, ez az nem vagyok, a... ez meg jó, vagyok. Jó, szóval szóval szabotőr. És akkor én kezdek. Így van. Áthúzom a kártyámat a telfolton, amit ide öntöttek. Te most tönkreteszed a kártyajátékunkat? Mi történik? Én meg leítottam erről. Az nyár. Ezt akartam pont, hogy vagy az is te, vagy kacir elköpött. Nem, Dávid, amikor itt kalimpált, amikor neked öntötte, akkor fröccsönt rá. Még azt is hittem, hogy azt már letörölted, de akkor csak igazítottad a kártyát. Húzok. Inkább, és kussolok. Ez is jó. Bármi. Amitől kényelmesebb, Kaci, az életed. Júcsi, bántanak! Nem bántanak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ne bújj anya a szakjájába. Valószínűleg kikabálja, hogy helyes. Verbálisan molesztálnak. Ezen meg egy zsebkendő van. Elnézést, nem. Molesterálnak. Mi? Kicsi rózsaszín zsebkendő. Te neked mindegy? Csak gyűlöljünk? Ez ennyi? Húzz egyet! De annyira gyorsan nem a játék, csak bemennénk oda. Szénre bukkanunk, mert ilyen még nem volt. Akkor vége is bukó? Nem, nem, nem menjünk tovább. A másikra. Tovább. Hát ásunk tovább. Ásunk tovább, egy... világos. De most nem tudtam mit csinálni. Biztos, hogy tudtál volna. Nem, mert ott dobhatsz és húzhatsz másikat. Azt valóban. Elfordítja és ide rakja a gyermeny. Igen. Azt is lehetett volna. De legalább lesz helye a kártyáimnak, Kaci. De Betszó, hogy aranyásó vagyok. Aha. Te mit csinálsz? Mert mi jön ki, jön? Ne, fel... Szvágot, hogy szerintem harmadszorra hagy ki. Aha. Mi? Azon meg egy kis kanál van. Az előző meg csészik. Azzal ástam. Megnézem azt, amit ha már úgy is megszabadáltam. Te, véletlenül aranyat húztam rögtön. Semmi probléma. A Red Sonja poszter mögött. Ki vannak rám akkor? Ezt most dobtad? Dobtam akkor, bocs. Ja. De mindegy, ami viszont ennél fontos, hogy van egy olyan kártyám, amin kék teás kancsó van. Igen? Úgyhogy azt a csészike közelébe kéne majd. Most ennyit találtam ki, hogy legalább valami izgalom legyen. Így ezzel szórakoztatom magam. Nagyon örülök, Isten hozott a csatornán. Na, te jössz? Vagy nem, én raktam a kunkorit. Ja, te raktad a kunkorit, akkor én jövök. Uh-huh. Ezt nem lehet úgy forgatni, hogy ez jó legyen. És itt még egy kártyányi hely van. Amúgy... Egy rendes ember vagy. Ezt így... Na, nézzük meg a szenet. De ilyenkor... Ilyenkor nem? Megfordul, igen. Megfordul. Hogy tovább lehessen menni belőle. Szén. Jaj, 2-4. Ja. Én rendes ember vagyok, de mivel hogy te ezt megnézted, innentől kezdve már tudjuk, hogy ez az. Benne van. Szép munka, András. Lehet, hogy ez az. Nem hiszem. A totálisan az. Nem volt értéke 5-ökre, szóval. Jó helyre megyünk, Andris. Hát, ha jó a szabadőr, akkor neki nem. Nem mondhatok semmit. De nézhetsz rám úgy, hogy szeretsz. Valami csípjeszem. Szeretet. Igen, itt húztál, akar, minden jó. Itt akar kitüremkedni. Nem húztam. Most húzom. Milyen jó, hogy apa mindig meg. Igen, kérdezi. Apa figyel, ez a lényeg. Hát, ezzel tudom csak előrébb. De ezzel nem vitted előrébb. Egyetetett is volna. De hátrébb vitted. Tulajdonképpen 4 szabotőrrel játszunk. Jó, akkor elindulok erről, mert úgy látom, hogy... Logikusnak tűnik.
Most meg tudnának amúgy szivatni, de nem szeretnél. Gyere! Nem. Az aranyások az arany felé menjenek. Én jó fiú vagyok, és ezt nem tudok megadni van. Ó, ez pont jó lesz oda majd a végére. Ja, köszönöm. Na, interesting stuff. De nincs egy egyenesed? Nincs. Biztos? Nincs. De ez nagyon jó lenne. Tudom, de nincs. Tudom, meg se kérdezi. Neked van egy egyenesen? És kanyarod van, amivel be tudsz majd onnan fordulni, hogyha megadok egy egyenes? Hát akkor én tervezem másodjára. Van egy benyomásom. És mi lehet? De nem. Hát mert arra menjünk. Csak egy sejtés igazából szóval. Én onnan tudom befejezni jól. Nem tudom befejezni jól. Jó. Egy hatalmas szabotőr lehetnék. Mi történik? Ja, húzok. Elmér neki valamit. Hány szabotőr van? Sajnán, de elmér neki valamit. Nem, Istenem. Tudtam volna. Jó, ez le fog főni. De ez nagyon... Én most, ha hagynátok, be tudnám fejezni. Jó, hogy végig rakni egyedül. Ezt szerinted én nem. Nem, szerintem te nem. Mutasd. Na. Hát én úgy is látok. Most, tehát, hogy az arcomban tartod, azt én látom. Nothing personal. Just business. Ó, és jó lett volna a matek. Jó lett volna a matek, de nyilván nem raktam volna oda. Az előző röben is oda tudtam volna ezt rakni. Csak inkább dögöljek meg, mint hogy nyerjél. Forgasd be, én megnyerem, te húzva a másodiknak. Valamira utolsóra húzol, csak mondom. Nem. De. De jobbra megy. Ja, igen. Amúgy ez jónak hangzik. Aha, kiveszi a kettest, azt jó ide. Mi? Kiveszi a kettest, hármast, aztán. Hát jó, de nekem csak egy lapom van. Neked három lesz. Ő már rosszabb volt. Ugyanúgy kapjuk az egyeseket. Te nem, mert te szabotőr vagy, de... De nem vagyok szabotőr! Szabotőr vagy? Nem vagyok szabotőr. Én hiszem, nem, neki a zsákutca ásásra rakta a skill pontot. De milyen szépen csinálja. De milyen kacsi a szabotőr, nekem az nem lenne senkinek se jó. Teszek úgy, hogy legyen... Most ide rakod, ha én vagyok a szabotőr, akkor legfeljebb elrontom, rám csapják, és te befejezed. Te hagyod magad belegiltelni ebbe az egészbe? Nem hagyom magam, de kapnék egy máshogy elúsztok lapot. Még első, hát nagyon jó. Mindig jó vagy, hogy másodjára húzni az egyet. Igen. Hát figyelj most... Minél jobb, mint negyedjére. A matek, hogy... Tehát, hogy akkor befejezitek ti ketten. Igen, és ők fognak húzni. Ja, én nem tudom befejezni, sajnos. Nem, az előbb még az volt, hogy egyedül befejezed. Igen, de azt nem számoltam, hogy ezt is be kell húznom ide. Mert hogy ezt így én építettem nektek. Persze. A két kezével. A két kezemmel. Azt én nézd meg, Bibi az újra is sebes lett közben. Igen, nagyon bibis egyébként. Fáj. Karnon, fejezzük be. Tehát húzol. Nem sokat visszacsatoljátok, de egy dolgot tudok, hogy kaciban nem bízom. Eddig minden körben ez volt, hogy együtt befejezgették. Ez igaz. Kivéve az előző körben, amikor nem. Igen. Volt már egy kör, amikor ez így megtörtént. Na. Ez így van. Hát amúgy érdekel, mi történik. Egy idő után rá fogsz állni, hogy igazából csak azt kell eldönteni, hogy melyikünket gyűlöl jobban. És engem. Bárcsak meglepődhetnék ezen. Én nem tudom befejezni. Tényleg. Amúgy nagyon szeretlek, de fú, akkor el nem tudom mondani. Igen, bármilyen valakire valami ízünk. Az a baj, hogy... Rossz döntés. Be tudod fejezni, ugye? Nem. Ó, de kár. De kár. Lefeszed a bűtözt. Csirka a szabotőr, azért raktam rá. Nem. Nem. Nem.
Nem szabott ő. Nem. Tényleg nem. Nem jó, na. Ezzel kerültem. Azt mondja nekem, hogy tudja fejezni, hogy hihetetlen. Mert azt hittem, csak elnéztem. Tényleg, esküszöm. Mondta a szabottod. Esküszöm, hogy elnéztem. Te ezeket ismered, nem? Melyiket? Amikor így pont véletlenül elrontja. Véletlenül elrontja. Az, hogy te végig ezt mér... Hát, hogy majd én tudjam befejezni. Jó, de nyilván ő a szabottőr! Nem. Annyi, hogy kiveszek egy olyat, jó, ami... Jó, mutasd egy... meg a kártyádat. Nem az. Várj, most Dávid jön amúgy. Mutasd meg! Ha nem vagy szabottőr, mutasd meg! Jó, a szabottőr. Eddig is elmondod, hogy te be tudod fejezni? Hidden Identity játék. Mi a lapod van? Mutasd? Jó, de Hidden Identity, nem Hidden Card. Megint. Dév. Igen? Te jössz. Tudom, hogy én jövök. Csinálom valamit. Neked türelmet kell kenni. Most a szabotőr egymás ellen fordított minket? Most ez történik? Mit fogsz csinálni? Mit csinálsz? Mi csinálsz? Nem vagyok szabotőr, szóval ez egy jó... Minden annyira szépen ment volna, a kaci nem nézik a lapjait állítólag. Esküszöm, hogy benéztem egyáltalán. Jó. Jó, a kaciban nem bízunk, Kárma, ez egy alaptéteménye, jó. Erre építjük a csatornát. Figyelj, ő a szabotőr, ő átvert. De meg, én nem te vagyok. Te meg leizélted, ez a megjelenem mindegyiket. De mi történik? Ez nem egy kompetitív játék. Hát végülis nem, mert senki nem akar nyerni, mindenki a másikat akarja elpusztítani. Hozzá. Főleg ez nem volt elég izé. Ja, tényleg, köszönöm. Árul. Szóval akkor most mindenki gyűlöl? Ez történik. Nekem jó. Otthon érzem magam. Nem tudja befejezni. Köszönöm szépen. Szívesen. Ilyenkor nem te vagy az, aki befejezte, nem, ugye? Aki lerakja az utolsót. Aki lerakja az utolsót. Jó. Mik ezek a fosok? Tudod, mi lenne a legviccesebb? Ő lenne a szabotőr, és ez az. Az. Nagyon tetszene. Szeretném igazából. Az nagyon tetszene. De... nem te. Csak te gondoltam. Csiri úr. Rajtad van egy csákány? Rajtam. Mondhatod, hogy Csiri jó. Most ezért az meg rád kéne, de... jó. Istenem, szabott őrökkel kokettál a csapatom. Nincs csapat. Mondta magányos bányász. Igen, a térkép sok neked már nem kell. Miért nem jó felé kanyarodjál? Bocsánat. Felpaprikáznak ezek a igen. Dolgok. Egy-egy sikerült levenni? Uh-huh. De most miért engem szopott elárulod? Megszokás. Ja, jó. Meg vagy? Meg. Mennyire tettjük csirkével, az is egy dolog. De ezek a szerencsétlenek kivették innen. Most, hogyha ezt itt lezárom, az a legviccesebb. Nem annyira vicces, akkor csirke megnyerte a játékot. Miért? Már hogy van szabadtér. Miért? Hát igen. De nem vagyok az. Nem. De tényleg nem vagyok az. Istenem. Nincsen szabotőrünk. Nincsen szabotőr. Nincsen szabotőrünk, én azt gondolom. De azt is gondolom, hogy mind a kettőtöknél van egy-egy lap, ami ezt meg tudja oldani, ugye? Hát én nyilván azért csináltam, hogy meg tudjam oldani a ficakomat. Nagyon csak kedveleteteket. De miért? Cuki.
Eszem kellett volna, nagyon. Szívesen. Ott már túl lett húzva. Én ki tudom tölteni, ha valaki kiszabadít. Melyiket tudod kitölteni? Ezt. Én nekem csak 5 lapon. Éve? Az van, hogy ugye nekem nincs esélyem nyerni. Ti most ezt szét akarjátok osztani egymás között, ami azt jelenti, hogy én utoljára vagy utolsó előttinek húznék. Nem elég kompetitív ez a játék. Aha. Utána kapsz. Nem azt kellett volna kivennem. Te voltál szabotőr? Nem. Nem volt szabotőrünk. Ügyes voltál. Megkaphatjátok a Mario! Volt egy hármas, elvitted. Kettes van? Az amúgy van. Hármas van? Vagy csak ilyen urbánus legenda. Ki hogy áll? Nekem 2 aranyom van. Itt volt a legalján 3-as. Nekem 4. Nekem 5. Nekem is 5. Te hogy adtál tovább neki egy 3-ast? Nem adtam egy 3-ast, most egy 1-est adtam. Az utolsóban egy 3-as volt, meg 3-1-es. Az utolsó előttiben is. A legelsőben meg ezek szerint egy 2-es, meg... Nem. Csak egyesek. Ja, a másodikban. Aha, a másodikban kaptam. Jó, akkor ti holt versenyben az elsők vagytok. Ilyenkor mindenki nyer, azt mondja. És Kaci az utolsó. Nem. Már hogy mindenki, aki érintett. 1, 2, 3. Ez 1. 1. Kipirol. Igen, ez egy papír volt, az meg egy kő. Másfelébe csináljuk, de ez a legkínosabb videónk eddig. Jó, na, 1-0 ide. Jó, megegyeztünk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiszoktál egy gyerektől. Ki az a bics? Károly, engedd meg, hogy gratuláljak. Köszönöm. Nagyon szép, köszönöm. Nagyon szép. Köszönöm. Drágáim, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor hagyjatok egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, és meséljétek el, hogy miért ne hívjuk többet Kárnort. Egyébként, ha többet akartok látni ebből a fantasztikus emberből, akkor a csatornájának a linkjét megtaláljátok a leírásban. Ott kedvesebb vagyok. Viccen kívül tényleg tök jó dolgokat csinál. Ez most tudom, hogy kicsit hihetetlen, de tényleg jó dolgokat csinál. Csirkét is megtaláljátok a leírásban, ő ugye a GameStar YouTube csatornáján fordul elő, általában Kacival, de néha szerencségtek van, akkor egyedül is el tudjátok csípni. Ha maga a játék tetszik, akkor ne felejtsétek el, hogy a Szellemlovasban egy kis kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, mert mi ilyen srácok vagyunk. Sziasztok! Szervusztok, Kacica! Szia, Dani! Hello! Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.